Köszöntöm a stúdióba dr. Sütő Lászlót, Marcali város polgármesterét. Polgármester úr, először beszéljünk a 4-es számú választókörzetben felmerülő problémákról, melyekről szóltak a lakossági fórumok. Jó estét kívánok én is mindenkinek. A 4-es számú körzet problémái nagyon sokba hasonlítanak a város más pontjain felelhető problémákról. Elsősorban a járdák állapota, utak, bár ez inkább kevésbé, valamint a belvizetve elvezetési problémák, amik felmerültek. Ha konkretizálni kellene, akkor mindenképp indokolt a Kazinczy utca végének, tehát a piachőli végén a járda kiépítése, a vízelvezető rendszer megvalósítása, hiszen ez nem a Kazinczy utcát szolgálja elsősorban, hanem gyakorlatilag a Radnótitól a Gorkiig minden kereszt utca lakói ezen keresztül jönnek be a városba, jönnek a piacra, és ott hiányzik egy 150-200 méteres szakasz, ami mindenképp megoldandó lenne. De ugyanígy problémaként vetődött fel például a Béke és a Csomós-Gergely utca kereszteződésébe az a vízelvezető, vagy vízelnyelő, ami nem megfelelően működik, és ezért aki arra jár gyalogosan, az autók eső alkalommal lelocsolják, vagy más hasonló apró problémák merültek fel, amik azt gondolom, hogy ebben az évben remélhetőleg megoldódnak, vagy legrosszabb esetben áthúzódnak egy évvel későbbre, de mindenképp az a cél, erre egyébként a költségvetésben is fogunk különíteni összeget, hogy minden választókerületben azok a problémák, amelyek nem nagy beruházást igényelnek, de a helybe élőket folyamatosan zavarják, azokra megoldást találjunk. Városi szinten is, ugye, mint elmondta, a vízelvezetés és a csator, az árok rendszer okozza a legnagyobb problémákat. Erre mi a megoldás? Pénz kéne a GAMESZ-nek, kinek a feladata ez? Hát ez a végrehajtás sokszor a GAMESZ-nál jelenik meg, de ugyanúgy feladata az önkormányzat ezzel foglalkozó dolgozóinak is. Én azt gondolom, hogy itt egy sorrendet mindenképp fel fogunk állítani. Első egyértelmű a Szabadsági József Attila utca közötti területnek a vízelvezetési problémája. Erre kész tervekkel rendelkezünk, ez egészen biztos, hogy ebben az esztendőben meg fog valósulni. Tehát ez egyszerűen a költségvetésben nevesítve fog szerepelni. A másik hasonló, a neuralgikus probléma az Boronkán a Kisfaludy utca, ahol valószínűleg egy útátvágással és ott egy rácsos átterész építésével ugyanígy megoldható, vagy legalábbis csökkenthető az a gond, ami felmerül, de ugyanez igaz mondjuk Boronkán az Alkotmány utcára. És emellett majdnem azt lehet mondani, amit már mondtam előbb is, szinte minden választókerületben vannak kisebb gondok, tehát lehet mondani a Táncsics óvodának a vízelvezetési problémáját, és lehet mondani egy nagy kardinális problémát, ami ugye a hegyről lejövő vizek elvezetését jelenti, akár a Széchenyi utcába a rossz útépítés miatt, az útépítés tervezői hibái miatt, ami részben talán megoldódik azzal, hogy most átvágták az utat és megosztják a vízelvezetését. Másrészt pedig alapvető probléma a Vereszkei utcával ez uduló víz, illetőleg ami a Kodály Zoltán utcát teljes egészében elönti, tehát nagy valószínűséggel ott még a Szőlőhegybe, tehát az árt kertbe kell megfogni ugye a vizeket, hogy azok egy észak-déli irányú szennyvíz vagy egy vízcsatornával elvihetők legyenek a kátyú árok irányába, és akkor ott tudjuk kezelni. De ugyanez igaz a Lehel utcából lezúduló vizekre, tehát általában a hegyről lejövő vizek megfogását meg kellene találnunk annak a módját, hogy már előbb megtegyük. Én azt gondolom, hogy egy része az csak vállalkozók bevonásával oldható meg, de nagyon sok orvosolható azzal is, hogyha a GAMESZ munka szervezettségébe javulás lesz, illetőleg ha a közmunkásokat, akik nagy számmal lesznek várható a március közepétől, mindegy 70-80 közmunkás áll munkába, akkor akár lapáttalásóval is sok mindent meg lehet oldani, és inkább ezt gondolom, hogy kellene végezniük, mint azokat a hát sokszor központilag kitalált okosságokat, hogy majd növényt fognak termeszteni, meg kis állatot tartani, meg hasonlókat, mert abból azért olyan sok eddig nem sült ki. A Szigetvári utca lakói panaszkodtak főleg az miatt, hogy ugye ahogy készült az elkerülő út és a bicikli út, hogy az utat járdákat tönkretette. Innen merült fel bennem a kérdés, hogy a városa, hogyha a 68-as utat átveszi, jó ez nekünk? Ez van indikáció, kontraindikáció, mi lenne a jó a városnak? Hát ugye a legjobb megoldás az lenne, ha továbbra is a 68-as megmaradna két számjegyű főútnak,
és az állam ennek megfelelően kiemelt figyelmet kellene, hogy fordítson rá. Azonban 100%, hogyha véglegesen forgalomba helyezik az elkerültet, akkor a 68-as az nem 68-as, hanem 6800 nem tudom hányas út lesz, ami azt jelenti, hogy valahol a sor végére kerül a tekintetben, hogy mikor kell a havat eltakarítani róla, és a tekintetben is, hogy mikor kell javítani. Tehát ilyen szempontból majd, hogy nem kényszerhelyzet lesz az, hogy célszerűbb átvenni, mert ha átvesszük, akkor magunk dönthetünk arról is, hogy mikor takarítunk rajta, vagy meg magunk dönthetünk a felújításairól is. Azonban mindenképp úgy gondolom, és erre már írtunk is a közútkezelőnek, vagy a 4K-nak egy levelet arról, hogy milyen felújításokat tartunk indokoltnak. Tehát egyrészt indokoltnak tartjuk azokat a felújításokat, amelyek az útépítés miatt, elkerült építése miatt rongálás történt. Ez vonatkozik akár a Kossuth-Lajos utcára, akár a Boronka-Marcali közötti útra, és vonatkozik természetesen a Szigetvári utcára. De ugyanígy azt is gondoljuk, hogy mielőtt mondjuk átvennénk a Noszlopi utcát, Rákóczi utcát, hogy azoknál is kellene egy teljes felújítást végezni. Tehát itt egy 100 millió forint feletti összegről lenne szó, amit rá kellene, hogy költsön a jelenlegi kezelő az utakra. Amikor ez megtörténik, azt követően úgy gondolom, hogy van értelme átvenni, mert onnantól magunk rendelkezünk akár arról is, hogy milyen járműveket engedünk be, addig viszont nem tudunk rendelkezni róla. Ugye többen mondták, hogy nincsenek összehangolva Marcalival a lámpák, ez is ide tartozik, akkor viszont azt mi hangolhatjuk. Annantól fogva a saját lámpáink lesznek, most a lámpák sem a miénk. Akkor térjünk át a ciklusprogramra, amit a testület, a januári testületi ülésen egyhangúan elfogadott. Ugye itt a szociális, gazdaság és a környezeti fejlődés volt a fő motívum. Én úgy látom, hogy ez egy nagyon-nagyon szépen és jól megfogalmazott program volt, viszont mindennek pénzkérdése van, én úgy látom. Szedjük szét, akkor kezdjük például a szociális oldallal, ugye a szociális juttatások rendszere átalakult, ez is önkormányzati feladat. Erre miből lesz pénz? Ugye ezt sokan nem tudják, hogy lehet pénzbe is fizetni, és adományba például tankönyv, élelmiszer, ezt hogy tudja majd megoldani az önkormányzat? A képviselőtestület most február 26-a ülésére kerül az a rendelet, amelyet a kolléganők megalkottak, jegyzőasszony, aljegyzőasszony, szociális intézmény igazgatója megalkottak a tekintetben, hogy mégis hogyan nézzen ki ez a rendelet. Itt nagy valószínűséggel egy olyan rendeletet fogunk alkotni, ahol elég sok esetben a feltételes mód lesz a meghatározó, tehát hogy valamilyen juttatásat adható, vagyis egy teljes környezettanulmány kell, hogy megelőzze azt, hogy a döntés megszületik, tehát nem szándékszunk olyan szabályokat hozni, amelyek kógensen, tehát kategórikusan kijelenti, hogy ilyen meg ilyen szituációba jár 20 vagy 30 ezer forint, mert ha ilyet hoznánk, akkor félő, hogy mindazok a környékről a városba szivárognának, akik ezzel élni kívánnak. Tehát elsősorban a Marcaliban tartósan már itt élők megsegítésére vonatkoznának ezek a szabályok, másrészt pedig egyértelműen arra, hogy vizsgálnánk azt, hogy más módon, tehát például munkához juttatással, akár közmunkával nem válthatók-e ki ezek a segítségek. De természetes, hogy az összességében legalább úgy számolunk, a tavalyi évhez képest, tehát 14-hez képest, mint egy 30 millió forint környéki többletkiadás jelent a városnak, amelyhez ez a többlet, amihez nem kapunk támogatást, mert várhatóan fogunk kapni körülbelül ekkora támogatást különféle jogcímeken. A magának a segélyeknek nagy valószínűség a 25%-át fogja állni a központi költségvetés, 75%-át meg magunknak kell kigazdálkodnunk. Ma én úgy látom, hogy a város költségvetésében ez még kezelhető, tehát itt is megnyugtatnék mindenkit, hogy a kérdés ugyan nem volt benne, de pótlólagos adót nem szándékszunk kivetni. Egyébként jogászként, vagy az államigazgatás kicsit ismerőként az a véleményem, hogy ahol eddig ilyet kivetettek, az mind jogszabálysértő. Tehát nem lehet évközben olyan adót kivetni, ami növeli
a terheit a lakosságnak. Én úgy gondolom, hogy a parlament rossz törvényt fogadott el, vagy legalábbis egy hiányosat, mert kellett volna egy pár módosítást beletenni, és akkor ezek kivethető adók lennének. Én azt hiszem, hogy ma szabálytalanok ezek adókivetések. Az, hogy az adórendszerben lesz-e valamilyen változás, a következő években ez elképzelhető, de ez nem jelenti azt, hogy a terhek változnának. Hogy érthető legyen, ugye ma úgy néz ki, hogy az iparüzési adó bevételünknek a 20%-át elviszi a központi költségvetés, míg a vagyonértékű adók azok 100%-ban itt maradnak, tehát ebbe tartozik a cégek által fizetett építményadó, vagy a lakosság által fizetett kommunális adó. Ezek itt maradnak teljes egészében a városban, tehát el tudok képzelni egy olyan változást, hogy csökkentjük az iparüzési adó kulcsát, tehát mondjuk most mindegy, csökken 100 millió forinttal az iparüzési adó bevételünk, de ugyanakkor mondjuk 100 millió forinttal meg az építmény adó bevétel növekszik, de ebben az esetben ugye nyertünk 20 millió forintot, ami már is lehet ellentételezés annak a 30 millió forintnak, amire a szociális feladatok töblete miatt szükségünk van. Ez nem kizárt, hogy egy ilyet esetleg az év második felébe meghozunk, és mondjuk 2016. január 1-től hatályba léptetünk. A szociális kérdésnél még itt maradna, ugye idősödik a város is, és polgármester úr talán az elmúlt év utolsó ülésén mondott egy olyat, hogy egy nagyon szép ötlet fogalmazódott meg önben, hogy esetleg a Zöld Kereszt helyén egy idős otthont létrehozni. Ennek mennyi reális esélye van, ez is csak pénzkérdés? Ez nem csak pénzkérdés, ez ezen kívül jó szándék kérdése is. Tekintettel arra, hogy amikor a kórházat leállamosították, akkor a Zöld Kereszt tulajdonjogát is elvették tőlünk, ami azóta is üresen áll egyébként. Már kérvényeztük több alkalommal, hogy kapja vissza a város. A válasz a Gyemszi részéről, aki ezeket kezeli, az volt, hogy ők ezt értékesíteni kívánják. Nem tudom milyen célra, vagy milyen szándékkal, de nagyon eddig nem sikerült nekik. Tehát továbbra is harcolni fogunk azért, hogy adják vissza a városnak ingyenesen, már csak több ok miatt is, mert ugye ez még a tetejébe a világháború előtt épült, tehát valamikor szintén a városhoz, vagy a megyéhez tartozott, tehát még azt se lehet mondani, hogy az államnak olyan nagyon nagy köze lett volna hozzá közvetlenül. Amikor vissza tudjuk szerezni a tulajdonjogát, akkor természetes, hogy pályázni kívánunk az Európai Uniós pályázatokhoz, amelyek még nem nyilottak meg eddig. Ha megnyillanak, én bízok benne, hogy szociális célra, hiszen az Unióban is látják, nem csak Magyarország, hanem ugyanez vonatkozik Lengyelországra, általában azokra a kelet-európai országokra, akik ugye a TISZ csatlakozóra, onnan óriási a fiatalok elvándorlása Nyugat-Európába, ezt a problémát pontosan látják, hogy az időskorú lakosság ellátása milyen gondokat fog felvetni, ha nem is ma, de holnap után már biztos. Tehát szükség van ilyen otthonok létrehozására. Lesz ilyen pályázat, egyből pályázni fogunk. Ha a Zöld Keresztet nem adják vissza, akkor fogunk keresni másik helyet, hogy hol lehetne megoldani. Akár úgy is, hogy a jelenlegi otthonhoz területet vásárolva, az bővítve. Tehát mindenképp a cél az, hogy közel egy 50 férőhelyes otthont létrehozjuk hozni, mert ma látjuk, hogy az a 20 férőhelyes, ami van, ott olyan a sorbálás, és még sokkal nagyobb lesz, épp amiatt, amiről beszéltünk, hogy ez mindenképp a következő 4,5 évnek egy fontos feladata kell, hogy legyen. Egy kicsit térjünk ki a járóbeteg ellátásra és a fogászati ellátásra. Mennyire jó ez itt, mennyire lefedett Marcaliban? Hát a fogászati ellátás, hogyha csak a városra gondolnánk, akkor azt mondhatnánk, hogy teljesen lefedett. A gond azonnan származik a probléma, hogy 17 faluban már a környéken nincs fogászati ellátás, sőt most már többe, mert most már a balatonparti települések Mária Keresztúr is ugye ide jár Marcaliba, és a faluk nem tudják ezt a gondot megoldani, úgy tetszik, akkor a város szolidáris a környező településekkel. Én nagyon bízom benne, hogy a mostani nyugdíjba vonulás követően is megmarad a kellő számú fogorvos, és ez biztosított lesz. Maga a házi orvosi ellátásnál ugyanígy bizakodó vagyok abban, hogy az 5 fő plusz a 2 gyermek az működni fog. A járóbeteg ellátás az pedig szintén állami feladat teljes egészében, azt a kórházzal együtt elvették tőlünk. Nagyon fontos a 2015-ös évben és ebben a következő ciklusban az értékmegőrzés a városban. Nagyon sok feladatot ró ez az önkormányzatra, hiszen gyönyörű épületeink vannak, az iskolák itt vannak, és ezeknek az állagát, meg hát mindent fejleszteni kell. Ez hogy fog megvalósulni? Mert ugye ez a pályázatírás éve lesz, pályázatokat kell ránézni, vagy lesz rá saját forrásunk, mert minden iskolára szinte, csak ha azokat nézzük, költeni kell.
Én úgy gondolom, hogy a kicsi típusú felújításokra, ami pillanatnyi állagmegóvás jelent, arra lesz forrásunk. A jelentős és nagyon fontos beruházásokra, konkrétan egy noszlopiskola teljes nyílászáró cseréjére, arra pedig pályázati forrásokból lesz lehetőség. Ugye az alapvető probléma ott van, hogy gyakorlatilag eltelt már több mint egy év a 2014-2020-as Európai Uniós ciklusból, és még pályázati kiírást nem láttunk. Tehát nem, hogy arról, hogy mire pályáznánk, vagy hogy döntésközeli állapotok lennének, hanem egyszerűen még a pályázatok sem jelentek meg, egy pár ilyen apró pályázatot leszámítva, amelyeknek a kockázatát felvállalta a kormány, amiből egyébként nyertünk is, tehát ami a napelemes rendszert illeti. Én nagyon bízom benne, hogy április környékén ezek a kiírások megtörténnek, de ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel 2015-ben ezekből beruházás nem lesz, mert fizikailag képtelenség, hiszen ha kiírnak egy pályázatot áprilisban, akkor a beadási határidő, amikor a nyáron lesz, döntést hoznak majd október-novemberben, utána nekünk szerződést kell kötni, közbeszerzést kiírni, tehát ha mához egy évre azt mondhatjuk, hogy akkor az időjárás függvényében megkezdődhetnek felújítási vagy építési munkák, akkor már egy nagyon szép eredmény lesz. De valóban, ahogy említette, a legfontosabbnak én is azt gondolom, hogy a meglévő értékek megőrzése az meghatározó, tehát az intézményeink felújítása, az iskolák felújítása és minimális plusz építkezések, ilyen például a régóta húzódó tornaterem, például a Mixát iskolánál, hogy tovább tudjuk vinni. Illetve már eleve attól, hogy kötelező testnevelés lesz szép lassan minden évfolyamban, már egyszerűen fizikai képtelenség is megtartani a testnevelés órákat, hogyha nem épül egy újabb terem a városba, ami ebbe segítséget tudna nyújtani. Az árajelben jegyzem meg egyébként, hogy múlt héten, kedden voltam egy ilyen szűkebb körű megbeszélésen, az egyik önkormányzati vezető azt vetette fel az illetékes államtitkárnak, hogy talán a jogszabálya rossz, és a minden napi testnevelés rendszerét kellene megszüntetni, és azt mondani, hogy hetente 3, és akkor lenne elég hely. De ezt én nagyon ellene lennék, de másokban ilyenek megfogalmazódtak. Akkor térjünk, hogyha már a pályázatoknál tartunk, két nagyon szép pályázatunk van, ugye a szennyvíz projekt és a napelemes rendszer kiépítése, ezek hogy állnak? Szennyvíznél már a munkálatok ugye megkezdődtek, a napelemért is egy kicsit összegezzük a kettőt. Tehát a napelemes fog előbb befejeződni, tehát az nagy valószínűséggel, hogy a nyáron már termelni fog. Jött egy olyan érdekes pályázati kiírás volt, hogy a kivitelezővel együtt kellett pályáznunk, tehát itt adott a kivitelező, a szerződéskötés kell még, hogy megtörténjen, és ez a szerződéskötés megtörténik, onnantól szabad út van. Onnantól azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés, hogy mivel rengeteg ilyen pályázat nyert az elmúlt időszakban, ugye Marcelli járásban is 3, mert Somogyfajsz és Balatonmária fürdő is nyert, tehát ha így számoljuk, akkor biztos, hogy ha járásonként 2-3-mal számolunk, akkor 3-500 között kell, hogy legyen valahol nyertesek száma, hogy egyáltalán van-e Magyarországon annyi napelem, tehát annyi alapanyag, ami ahhoz szükséges, hogy ezek beszerelhetők legyenek. A másik, a szennyvíz, az egy sokkal hosszabb folyamat, de ott valóban már minden olyan munka, amit pillanatnyilag el lehet végezni, az már folyamatban van, illetőleg épp ma volt egy olyan tárgyalás, ami a szennyvíztisztító telepnél a különféle műtárgyak és gépek beszerzésével kapcsolatos. Úgy tűnik, hogy ma ez is nyugvópontra került, tehát azokat a gépeket, amelyeknek ilyen gyártási leszállítási ideje 14-16 hét között van, azokat a kivitelező napok belül meg tudja rendezni, mert az üzemeltető DRV, a kivitelező, illetőleg köztünk ma lefolytatott tárgyalás úgy tűnik, hogy nyugvópontot tudott tenni minden olyan vitás kérdésbe, ahol ugye elméletileg lehetett volna alternatív gépet is beszerezni, de végül is ragaszkodtunk a tervekben megfogalmazottakhoz, és nem igen akartunk ebből elmozdulni. Még egy pályázatról azért szólnék, ez pedig egy 380 millió forintos hulladékos pályázat, amit nem a város nyert, hanem a kistérségi társulás nyert
a hulladékos Kft., de hát ugye annak 66%-a a város tulajdonában van nyugodtan, meg hát mi is készítettük, tehát mi dolgozunk vele. Ugye ott is egy nagyon érdekes pályázatról van szó, mert ott pedig áfa elszámolási problémák vannak, mert a kiíró nem számolt azzal, hogy áfa fizetési kötelezettség keletkezik ezután, aminek a visszaigénylése hát elég bonyolult lenne lévén, hogy nincs akkora bevétele ezeknek a szervezeteknek. Ugye 100 millió forint áfa visszaigényléséről, vagy kifizetéséről, majd visszaigényléséről lenne szó. Tehát ennek a pályázatnak a végrehajtását ez a meggondolatlanság kicsit akadályozza. Elég szomorú egyébként, hogy ezt egyedül mi vettük észre, és jeleztük levélbe az illetékes államtitkásának. Ott a kétszer tárgyaltunk már, és hát meglepődve tapasztalja mindenki, hogy tényleg rossz a kiírás, de valamit azért kellene vele kezdeni. És akkor ennek mi lesz a vége? Hát ennek én szerintem egyetlen egy megoldás, hát kettő megoldása lehet. Az egyik, hogy az adóhivatal ad egy 20-30 éves fizetési részteljesítését, tehát nem haladékot, hanem egy ilyen részletekbe történő fizetési lehetőséget, mert akkor az alatt úgy ki lehet fizetni, mert akkor ugye az a lényeg, hogy mindig legyen annyi áfa bevétel, mint amennyi áfát fizetni kellene. A másik, az sokkal egyszerűbb megoldás, mivel ez csak akkor egy államon átfutó pénzről beszélünk, hogyha pótolagos támogatásként minden nyertes megkapja az áfa összegét, az befizeti, ugye megkapja hétfőn, kedden pedig kifizeti bőle az áfát, és az államnak nullába van gyakorlatilag, egy napig nem nála van a pénz, hanem ezeknél a társulásoknál. Mi ezt tettük javaslatként. Hát menjünk tovább a ciklus programba. A civil egyesületek, a sport és kultúra támogatása is mindig fontos volt Marcaliba. Hogy fog működni a továbbiakban? Én úgy gondolom hasonlóan, mint eddig, tehát abból a 25 éves hagyományból, ami a városban már működik, abból nem engednénk, mert ugyan megtehetnénk, hogy ezeket a támogatásokat megszüntetjük, és akkor meg még egy pár olyan nem kötelező feladatot feladnánk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb költségvetést lehetne készíteni, de én úgy gondolom, hogy a város ettől város, tehát ezek a támogatások meg kell, hogy maradjanak, sőt, inkább egy kicsit növekedjenek annál, mint ami az előző évben volt. Tehát a sportegyesületi támogatás pár millió forinttal nőni fog, létrehozunk egy a civil egyesületek támogatására vonatkozó alapot, míg a kulturális egyesületek támogatása változatlan formában élni fog tovább. Ugyanígy a kulturális rendezvénytámogatás pályázati úton, vagy az oktatási célú támogatások, sportpályáztatási lehetőségek ugyanígy megmaradnak, tehát ezek az összegek, ezek változatlan formában, vagy kicsit növekedő formába, de működnek a következő időszakban is. Az élhető városnak az egyik alappillére a közbiztonság. Hogy állunk ezzel Marcaliba? Hát a kamerák beszerelése részben megtörtént, a nagyobb része még vissza van, de a központ az már kész. Azt tudom mondani, hogy tökéletes képeket lehet látni, és akár 100 méterről olyan nagyítást képes csinálni a rendszer, hogy felismerhető akár egy autó rendszáma, akár bárkinek az arca. Tehát én nagyon bízom benne, hogy ez segítségére lesz a városrendészetnek és a rendőrségnek, és abba, hogy gyorsabban derítsen fel bűncselekményeket, illetőleg abban, hogy meg is előzzön, hogyha úgy alakul, és ennek híre megy, hogy Marcaliban ilyen rendszer működik, ami egy összehez kötve egy rendszerfelismerő rendszerrel is, ahol a városba bejövő utakon, akkor bizonyára ennek lesz egy elrettentő hatása is. Persze ugye hozzá lehetne tenni azt, hogy elég szomorú, hogyha az önkormányzatnak kell ezt megoldani, de természetes, hogy amit lehet abban a rendőrségnek mindenképp próbálunk segíteni, hiszen tudjuk, hogy az ő lehetőségeik is korlátozottak. A városi rendészet a mezőri szolgálatok itt is ugyanaz végzi? Tehát a városi rendészethez került integrálásra a mezőri szolgálat is, a közterületfelügyelet és azok a járőrök is, akik a városba járnak, tehát minden egységes irányítás alá került, éppen azért, hogy a hatékonyság az növekedjen. Térjünk át kicsit a gazdaságra. Közmunkaprogram lesz. Milyen a foglalkoztatottság Marcaliban? Vannak gyáraink, vannak vállalkozásaink, esetlegesen új vállalkozások segítése, hogy történhet meg, hogy csábítsunk ide munkát? Tehát én azt nyugodt szívvel jelentem ki, hogy Marcaliban a foglalkoztatás lényegesen jobb,
az országos átlagnál, és lényegesen jobb a környező városoknál. Tudom, hogy aki ezt elsőre hallja, az mindenki legyint, és azt mondja, na nem, hát ezért ez nem így van. Csak azt mondom ilyenkor mindenkinek, hogy kezdjen el számolni, és ha elkezd számolni, akkor azt kell látni, hogy ez valóban így van. Tehát ha azt nézzük, hogy a városban van egy nagyon stabil foglalkoztatás, foglalkoztatottság a közhatalom különféle szféráiból, tehát a rendőrségen keresztül az összes létező hivatalt, ügyészséget, bíróság, földhivatal, ANTS, nem akarom járáshivatal felsorolni, emellett van egy az állam által fenntartott nagyon nagy blokk, ami az oktatáshoz kötődik, és van egy az önkormányzat által finanszírozott másik ilyen nagy blokk, akkor közel 1000 ember az, aki ilyen szempontból munkalehetőséghez jut. Ugyanakkor vannak nagy foglalkoztatóink, amit azért nagyon kevés ekkora nagyságú város mondhat el. A Cilabekbe, az Industriba, a Noába, a Videotonba, a Marillába együtt mindegy 2000 ember dolgozik. És csak hogy nagyokat mondtam, és emellett van közel 1000, vagy több mint 1000 egyéni vállalkozó, ami azt jelenti, hogy további 1000 család számára ad munkalehetőséget. A másik pedig, ha nézzük, hogy a városból mennyien járnak el, és mennyien járnak el be a városba dolgozni, akkor ugyanezt látjuk, hogy lényegesen több a bejáróknak az aránya, mint azok, akik eljárnak. A probléma, amit már régóta mondunk, az esetben a bérekben van. Nem a foglalkoztatás mennyiségébe, egyrészt a foglalkoztatás minősége, ugye nagyon sok a betanított jellegű munka benne, másrészt pedig a bérekbe. De a bérek azok, amelyekre az önkormányzatnak az égvilágon semmilyen ráhatása nincs, mert a bérpolitikát az központilag határozzák meg. Egyrészt azzal, hogy megállapítják a minimálbér összegét, másrészt pedig megállapítják, hogy milyen járulékok rakódnak a bérre, tehát mit vonnak el a vállalkozó. Tehát azért, mert valaki alkalmaz valakit, azért még plusz büntet, plusz pénzt kell kifizetnie a központi költségvetésnek, és mivel a bér után kell megfizetni ezért a költségeket, ezért logikus, hogy a saját szempontjából gondolkodva ezt másként ítéli meg, mint mi. Magyarul, ha kisebb terheket rakna az állam a bérekre, akkor a bérek azok jobban növekedhetnének. Tehát itt van egy alapvető probléma, amivel küzd a város, és küzdeni is fog természetesen, hogyha újabb cégek jönnek be a városba, akkor annak azért van olyan jellegű hatása, hogy a többiek valamilyen módon próbálnak alkalmazkodni hozzá, hiszen főleg a jobb munkaerőt meg akarják tartani, és ezért akár a cégen belüli jövedel bérkülönbségek is lényegesen változnak. Amit ma látunk, hogy fejlesztés van azért jó pár területen, ismereteim szerint fejleszteni akar jó pár helyi cég, bizonyára ők be fogják jelenteni ezeket, de többen is terveznek ilyen 1000 négyzetméteres újabb csarnokok. Létesítését 3 is jelenleg folyamatban van ilyen tárgyalás, illetőleg van olyan tárgyalás is, ami azzal függ össze, hogy új vállalkozás telepedne le a városba. Ezek nem akkora létszámigényűek, de technológiába, illetve munkakultúrába talán magasabb területet képviselnek. És nem megyek el, nem kerülöm ki a gyógyszállónak a helyzetét sem. Ugye ma úgy tűnik, hogy 2 sikeres lépést tettünk már ebben az esztendőben. Az egyik az Európai Uniós támogatás visszafizetésének talán a haladékát, a másik pedig, hogy a tulajdonosi viszonyok úgy tűnik, hogy rendeződni fognak, és az a cég kerül többségi tulajdonba, aki az elmúlt évben már saját forrásaiból jelentős összeget költött az állagmegóvásra, tehát nekik már nagyon-nagyon sok pénzük lesz benn a vásárlással együtt a magába az egész projektbe, ahhoz, hogy ezt veszni hagyják. Hát én nagyon bízom benne, hogy elmozdulunk. Nem akarom elkiabálni, majd akkor, ha újra látjuk a darukat. Valamelyik lakossági fórumon, meg nem mondom most, hogy melyiken volt szó róla, hogy a TS Majort egy kicsit hasznosítjuk, és én amikor elhangzottak, azt fantasztikus ötletnek tartom. A polgármester úr elmondaná, hogy ez mennyire lehet megvalósítani. Az ötletgazda, az nem én vagyok, de nagyon tetszett az ötlet. Az Ősz Sándor vetette fel a Noszlopi iskolában, tehát elsőként ezen a fórumon hangzott el,
hogy a város miért nem létesít egy olyan pontot, ahol be tudja fogadni azt a zöld hulladékot, amit nem szívesen gyűjt össze a szolgáltat, nem fű, hanem ágak és más hasznosítható dolgok, illetőleg, hogy ugyanezt az építési törmelékre is. Ez nagyon tetszik ez a gondolat, azóta már elkezdtük ezt felkarolni és körüljárni, és azt gondolom, hogy meg fogjuk csinálni, hogy a TS Major általunk birtokolt terület részén be fogjuk ingyen fogadni ezeket a zöld nyesedékeket is, amelyeket ott ugye van erre már gépünk, hiszen lehet, hogy kevesen tudják, de a focipálya öltözőit, melegvízellátását ma is ezzel a általunk előállított faaprítékkal fűtjük. Tehát így a folyamatos eltüzelése is biztos, ugye a focipálya azért jó, mert ott nyáron is kell melegvíz, tehát ott nyáron is kell, hogy égjen a tűz ezekbe a kazánokba. A másik pedig ugyanígy akkor az építési törmeléket is befogadnánk, évente bérelnénk egy pár napra olyan eszközt, amivel ezt össze lehet darálni, azt pedig a hegyi utak és bármilyen más általunk fenntartott a karbantartásánál tudnánk aztán használni. És ezt megint a GAMESZ feladata lenne, mert ugye a legtöbb lakossági forma GAMESZ. Igen, hát a GAMESZ megerősítését mindenképp fontosnak tartom, hogy arról is volt több helyen szó, hogy indokolt-e, hogy főállású alpolgármestere van a városnak. Én azt gondolom, hogy indokolt, és Berez Balázs alpolgármester egyik kiemelt feladata lesz a GAMESZ napi folyamatos ellenőrzése, segítése annak érdekében, hogy még jobban megfeleljen az elvárásoknak. És hát a pályázatírás, ami a 2015 legnagyobb, fontosabb feladata. A közvetlen brüsszeli pályázatírás, mert a magyarországi az megmarad a jelenlegi rendszerében. Összegezzük egy kicsit, mennyire lesz nehéz évünk ez a 2015, a jövő heti költségvetési tárgyalásoknak, hogy lendülünk neki. 2015 a működtetés területén elég nehéz lesz, ugye most is számolnunk kell azzal a pótlólagos állami kiegészítésre, minden évben számoltunk, de korábban önhikinek hívtuk, most más a megnevezése. Én úgy gondolom, ha az a pályázat sikeres lesz, akkor mindenképp a működtetés az biztosított. Ugye azt is látni kell, hogy mivel jelenleg nincs folyószámlahitelünk, gyakorlatilag alig van kimerítve, tehát évközben abból tudjuk finanszírozni, tehát jókor van ez is, ha év végén kapjuk meg az összeget persze, kamatot akkor is fizetni kell, tehát a bank azért egy pár millió forinttal jól fog ebből járni, hogy az állam csak az év végén adja oda a pénzünk egy részét. Ha ez megvalósul, akkor az a része biztosított, ami a fejlesztéseket, illetve eleve vannak elrendelt fejlesztések, amelyeknél a finanszírozás jelentős. A többinél pedig én úgy gondolom, hogy ingatlan értékesítésből, más értékesítésekből, amelyek elég jó úton járnak, illetőleg az osztalékbevételből, koncesziós díjbevételből talán tudjuk biztosítani azt, hogy minden választókörzetben azért érzékelhetően valami épüljön. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm!